Oké, felvétel! Reméljük, korán érkezik a tavasz. Nos, holnap lesz a Mormota nap. Pánkszatóni városának derék népe már gyülekezik egy havas mezőn, hogy ott várja be a hajnalt. És miért? Mert idióták. Ennyi! Meglátja az árnyékát? Nem látja meg az árnyékát? Civilizációnk ismét kétségek között hányódik. Ennyi! Nagyon hamar kiderül a darabból, hogy Phil Connors televíziós időjós nem hisz a mormotának. Azt gondolja, hogy a hanyatló társadalmunk egyik jele, hogy egy állat viselkedéséből próbálunk messzemenő következtetéseket levonni az időjárással kapcsolatban. A Morris Zsigmond Színházban futó nagy sikerű darab az ugyanezzel a címmel bemutatott amerikai film színpadi átdolgozása. A Phil Connors-t alakító Gullácsi Tamás azt mondta, eddig még nem próbálták meg színpadon kívül megtudni tőle, hogy milyen idő várható. Hát egyelőre nem kérdek tőlem jóslatokat ilyen irányban, lehet, hogy azért, mert nem tűnök annyira autentikus időjárás jelentőnek, vagy időjósnak, hogy meg szokták ezt mondani. Egyébként én egy ideje leszoktam ezekről a babonákról. Régen sokáig tartottam magam, és akár egy színházi előadás előtt is megvoltak a magam kis rituáléi, de úgy döntöttem egy ponton, hogy az összes ilyet kiírtam az életemből, ugyanis szerintem van ennek egy kicsit ilyen önbeteljesítő hatása is, tehát ha vissza kell mennem otthonra, akkor van egy ilyen is, hogy le kell ülni egy székre, mert ha nem, akkor balszerencse történik. Szóval azért, ahogy idősödöm, rájövök, hogy egyre több ilyen jön velem szembe, és egyre több ilyet kellene betartani, úgyhogy egy ponton úgy döntöttem, hogy ezt egy nagy vastag filccel áthúzom, és nem figyelek ezekre a dolgokra.